Mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök. Babuth Zoltán hadtörténész vagyok, a Magyar Hírlapnak a lapszerkesztője. Már azt lehet mondani, hogy félig meddig idevalósi is vagyok, hiszen 2012 óta azt hiszem majdnem minden esztendőben én vagyok az, aki a Magyar Király II. Honvéd hadseregnek a Dombmenti harcselekményeiről szoktam volt megemlékezni. És hogy minden esztendőben egy-egy érdekes téma keretén belül ismertetem azt, hogy mit csinált odakint a második hadsereg a Don partján. A mai előadás az gyakorlatilag két témából fog állni, vagy két nagy témakörből. Egyik ugye maga a Don kanyar és a második honvéd hadsereg, Magyar Király második honvéd hadsereg, illetve az előadásnak a második témája az inkább egy ilyen könyvbemutató jellegű dolog lenne. Ugye különben köszöntetem Tellért Ivadarné Sárikát, aki a Heraldika kiadónak a vezetője, és az erdélyi Tortoma kiadó magyarországi partnere. És a Tortoma kiadó az, ez a székelyföldi kiadó, amely az én könyveimet az elmúlt években kiadta. Úgyhogy ezekből a könyvekből hozott Sárika egy pár darabot, ezekből majd meg is lehet nézni a könyveket. És én mindenkit csak biztatni tudok arra, hogy érdemes a könyvekből vásárolni, mert a árfekvésük szempontjából is nagyon-nagyon baráti összegért lehet ezeket megvásárolni. És így van, persze, ha már itt vagyok, akkor megragadjuk az alkalmat, és dedikálni is fogom a könyvet, a könyveket. Úgyhogy majd ezekről a könyvekről fogok az előadás második etapjában beszélni. Ugye hónap lesz annak 76 éve, hogy 1943. január 12-én, ugye Úrivnál reggel 9:45 perckor megkezdődött a szovjet tüzérségi előkészítés, és ezt követően lendült támadásba a szovjet 40. hadsereg. Ugye ez az osztrogoszk rosszosi hadműveletnek a részét képezte. A szovjetek az igazság szerint január 14-én tervezték a nagy támadást, tehát a január 12-e az csak egy erőszakos felderítő kémszeme volt. Most azt hozzá kell tenni, hogy ez a bizonyos erőszakos felderítés ez annyira jó sikerült, hogy két nappal később Úriv környékén már egy 40 km széles és 20 km mély hídfőállást tudtak képezni a szovjet 40. hadseregnek a katonái. Most ugye arról korábban én sem beszéltem, csak ugye mindig arról emlékeztünk meg, hogy a második hadseregnek a személy állománya az ebben az időszakban 207.000 főből állott, és azt is nagyon jól körüljártuk már, hogy mélység nélküli védelemben voltak a Don partján, ami azt jelentette, hogy nem voltak hátsóbb mögöttes állások, körvédelemre alkalmas állások kiépítve. Igaz, ezeket megpróbálták 42 őszén kiépíteni, de nem volt elegendő munkaerő hozzá, ezért kellett a hátországból minél több munkás századot, tehát munkaszolgálatos századot kivezényelni a Don partjára. Ugye ezek a munkaszolgálatosok vettek részt ezekben a földmunkálatokban, tehát ők próbálták meg ezeket az állásokat kiépíteni több-kevesebb sikerrel. Most a szovjetek részéről, ugye ez már a sztálingrádi hadműveleteknek a befejező időszaka, 1942. novemberének végén maga a szovjet főparancsnoknak a helyettese, Zsukov marsall jár az Úrivi hídfőben, ugye Moszkalenko szovjet vezérőrnagynak az invitálására, a Zsukov megszemléli a magyar állásokat, tehát az Úriv sztolozsevajai hídfőállásnak a magyar védelmi berendezését, és akkor jóvá hagyja Moszkalenkónak a tervét, ami ugye azt irányozza elő, hogy innen indítanának egy nagy támadást, amikor 1943. januárjában. Ugye ennek megfelelően 42. decemberének végén indul meg a felkészülése erre a hadműveletre, közben ugye a magyar második hadseregtől délre az olasz 8. hadseregnek az állásait áttörik a szovjet csapatok, és annak egy részét, ugye az alpini hadtestet és azok közül, tehát a hadtest részei közül a tridentina hadosztályt is a magyar második hadsereg déli szárnyához nyomják a szovjet páncélos ékek. Na most ugye a fölmerül a kérdés, hogy mekkora túlerővel indult meg a szovjet támadás. Hát nem volt olyan hatalmas nagy a túlerő, hiszen élőerő szempontjából, hogyha megvizsgáljuk, a szovjet 40. hadsereg
megerősítve több fővezérség közvetlen, tehát Stavka közvetlen alakulatokkal, körülbelül 200 ezer katonát számlált, azonban harckocsiból mintegy 461 darabot sikerült erre a hadműveletre, erre a térségre csoportosítani, illetve tüzérségből is igen nagy fölényt tudtak képezni, hiszen több mint 1500 tüzérségi eszközzel rendelkeztek a szovjet 40. hadseregnek a katonái. Ugye vele szemben állt a 207 ezer fős magyar második hadsereg, amelynek ugye volt az első tábori páncélos hadosztály nevezetű elit seregteste, azonban ez már a nyári hétfőcsaták során erőteljesen leharcolt állapotba került. Ugye ennek a páncélos hadosztálynak a harckocsi anyagát a németek biztosították, azt már említettem korábban, hogy kölcsön kaptuk a németektől ezeket a harckocsikat, ami azt jelentette, hogy aztán később elég nagy árat kellett fizetni ezekért az ott maradt haditechnikai eszközökért. Na, most a hétfőcsaták végére a páncélos hadosztálynak a harckocsi állománya az körülbelül az 50%-ára zsugorodott le, nem tudták kijavítani a kevésbé sérült harckocsikat, és aztán ugye 1943. január 1-én létrehozzák a Kramer hadtestet, ugye Hans Kramer német vezérőnagy panasztokság alatt, amely a német B hadsereg csoport, köztük ugye a magyar második hadsereg egyetlen hadműveleti tartaléka volt. Gondoljuk el, hogy egy 700 kilométeres arcvonal szakaszon csupán egy hadtest volt a tartalék, amellyel egyedül csak a Führer rendelkezett. Tehát sem Jáni, sem pedig a német panasztokok nem rendelkezhettek a Kramer hadtest felett. Ugye ide több alakulat részt osztottak be, a német 26. gyaloghadosztályt, a német 168. gyaloghadosztályt, a német 700. vegyes páncélos csoportot, és több más ilyen kisebb páncélos alakulat töredéket, illetőleg magyar részről az első tábori páncélos hadosztálynak az egységeit. Na most ezeket tehát a Kramer hadtestnek az egységeit a második hadsereg arcolán mögött elnyújtva sorakoztatták föl, azonban nem számoltak a rendkívüli hideggel. Ugye 1943. januárjának első napjaiban viszonylagosan még kedvező téli időjárás volt a Don partján, a korabeli fényképek tanúságai alapján is lehet azt nagyon jól szemrevételezni, hogy ilyen 100 ubonyban vannak a katonák lefényképezve, ugye -6, -10 fokos volt akkor a hideg, azonban amikor megindul a támadás ugye január 12-én, akkor már -30 fokos hideg van, állandó havazás, ami ugye szélviharral párosul, ugye az északi szélnek köszönhetően állandóan kavarta a havat, tehát nem tudták az utakat rendesen takarítani, és volt olyan nap, amikor -46 Celsius fokon süllyedt le a hőmérőnek a higany szála. Tehát el lehet képzelni, micsoda hideg volt odakint a Don partján. Most ezek a fényképek nem csak a Donnál, hanem Jászberényben is készültek, ugye körülbelül köszöntetem Sárosi Ervin bátyámat, akinek az édesapja Sárosi Ervin hadaplód őrmester, később pedig tartalékos zászlós, a Jászberényi 32/3-as zászlói kötelékében egészen pontosan a géppuskás század egyik páncéltörő ágyús szakaszának volt a parancsnoka, és a Don partján ő is kint volt, végigcsinálta a visszavonulást, tehát ő azon kevesek közé tartozik, aki hazatért a doni hadműveletekből, és 1942 nyarából, vagy a nyaráról rengeteg fényképfelvételt készített, ezetek egy részét hoztam el önöknek. Itt vannak olyan képek, amelyek még a Jászberényi kiképzés időszakában készültek, csak gondoltam, hogy ha már ezt az albumot Ervin bátyám a rendelkezésemre bocsátotta, ugye pont tavaly találkoztunk az előadáson, itt a Hitódfaluban, és akkor kaptam meg Ervin bátyámtól ezeket a fényképfelvételeket, és hát egyből láttam, hogy micsoda kincsekről van szó, úgyhogy ebből több mint valószínűleg idén fog megjelenni egy újabb kötet a Tortoma kiadó kiadásában, a Jász Magyar Honvédek album a második kötete, az első kötet az itt van, arról majd később fogok egy pár szót szólni a tisztelt jelenlévőknek. Most ugye a második hadsereggel kapcsolatosan, ugye még visszatérve az erőviszonyokra, ugye utaltam arra, hogy ez a bizonyos Kramer hadtest volt az egyetlen egy hadműveleti tartalék ezen az arcvonal szakaszon, csak késve tudták bevetni, ugye tűzoltó szereppel működött,
azt lehet mondani, hogy az osztrovoszki körvédelemben, illetőleg az Ilinkai folyosó nyitásnál tudtak tevékenyen részt venni a Krámer 6-es katonái. Ugye ennek volt az köszönhető, hogy 1943. január 18 és 21 között a már bekerítésben lévő Miskolci 7. hadtestnek az alakulatai, köztük a Jászberényi 32/3-as katonái is ki tudtak törni a bekerítésből, és Kijev-Bielgorod térségébe tudtak hátrálni. Ugye ez azzal járt, hogy az első tábori páncélos hadosztály a maradék harckocsi anyagának szinte az utolsó darabig az összes páncélosát elveszítette. Talán egy-két harckocsi volt, amit meg tudtak menteni, a kivonuló közel 130 darabos harckocsi, illetve páncélozott harcjármű állományból. A szovjeteknél ugye említettem azt, hogy 461 harckocsi vett részt ebben a támadó hadműveletben, azonban ha megnézzük azt, hogy milyen veszteségek érték a vörös hadsereget ebben az időszakban, akkor azért azt mindenki látni fogja, hogy azért a magyar honvédek nem adták olyan olcsón az állásokat, nem adták olyan olcsón az életüket, hiszen ugye 1943. január 12 és január 22-e között, tehát 10 nap leforgása alatt ebből a 461 harckocsiból összesen 191-et tettek harcképtelenné a páncéltörő lövegeik segítségével, ami azt jelenti, hogy a támadás során a vörös hadsereg közel 41%-át veszített el a harckocsi állományának ebben a térségben. A vörös hadseregnek az élő vesztesége, tehát az élő erő vesztesége, az 15 ezer hősi alatt volt, és körülbelül 30 ezer sebesült. Tehát azt eredményezte gyakorlatilag, hogy hasonló méretű veszteségeket szenvedtek el, mint a visszavonuló magyar honvédek. Ugye tudjuk azt, hogy a második hadsereg közel egy éves hadműveleti tevékenysége alatt összesen 125-128 ezer fős véres veszteséget szenvedett, ugye ebből körülbelül 50 ezer fő volt a hősi alattatnak és az eltüntetnek a száma, 50 ezer volt a sebesültetnek a száma, és olyan 25-28 ezer fő volt a hadifogságba jutottatnak a száma. Na most, aki hadifogságba jutott, ugye erről is beszéltem már a korábbiakban, hát ugye az ő túlélési arányuk az egyelő volt szinte a nullával, hiszen pár hónappal később egy szovjet kimutatás szerint már alig 9 ezeren éltek ebből a 27-28 ezeres magyar hadifogói kontingensből. Ez ugye annak volt köszönhető, hogy a szovjetek nem voltak fölkészülve a hadifoglyoknak az ellátására, tehát sem szállás, sem élelmezés szempontjából, sem pedig az egészségügyi feltételek biztosítása szempontjából. Így a flektifusz következtében nagyon sok magyar honvéd és munkaszolgálatos halt meg a fogságbeesést követő egy-két hónapban, tehát közülük nagyon kevesen tértek haza 1945-ben, de olyan is volt, aki csak 1950-ben vagy éppen 1955-ben tért haza a szovjet hadifogságból. Persze, hogy akkor már, mint elítélt háborús bűnös, ezért tudott csak később hazajönni. A második hadsereg tevékenységét illetően én a mai nap pár olyan érdekes dolgot szeretnék önöknek elmondani, amiről vagy nem beszéltünk, vagy pedig tév eszmék élnek a magyar közbeszédben ezen témákkal kapcsolatosan. Az egyik az, hogy a honvédekben, tehát a frontra kivezényelt honvédekben élt egy olyan tévhit, amely szerint, hogy idézzem ugye az első világháborút, mire a falevelek lehullanak, addigra mi is hazajövünk. Ugye ezért bennük többek között ugye 1942. június 4-én, amikor Kecskeméten Kálai Miklós miniszterelnök búcsúztatta a frontra induló híres városnak a 13. könnyű hadosztályát, akkor az ott lévő katonák, illetve a katonáknak egy része ezt vélte kihallani a miniszterelnöknek a búcsú beszédéből. Tehát azt gondolták, hogy ebben a beszédben azt mondta a miniszterelnök, hogy 3 hónap után hazajön mindenki a keleti frontról, ami nem is lett volna hígó ábránt, hiszen egy esztendővel korábban, 1941-ben a gyorshadtest csapatai közel 3 havi frontszolgálat után tértek haza 1941 őszén, tehát nem volt ez egy olyan vérmes ábránt, de ugye a valóság más mutatott, hiszen csak 1943 tavaszán, tehát áprilisban, májusban térhetett haza a második hadsereg a keleti hadműveleti területről. Többek között ezzel kapcsolatban
szeretnék önöknek felolvasni egy idézetet, méghozzá az egyik kecskeméti hadaplódő önmesternek, az akkor 19 esztendős Bibó Zoli bátyámnak a visszaemlékedéséből, aki egyébként a kecskeméti 7x1-es gyalogzásztói gépuskás századának volt az egyik gépuskás szakaszparancsnoka, és a következőket mondta erről a búcsú ünnepségről. Én a szeptemberi háború befejezést csak egy szép álomnak gondolom, amit vagy kimondott Kálai, vagy nem, de bennünk élt. A világpolitikában nem voltunk annyira járatosak, hogy ezt a lehetetlen álmot ne higgyük el. Na most a valóságban, hogy mit is mondott Kálai, azzal kapcsolatban én csak egy szövegrészt szeretnék idézni, mert elég hosszadalmasan búcsúztatta a frontra készülődő híres városnak a 13. könnyű hadosztályát. A beszédét a következő szavakkal zárta Kálai Miklós miniszterelnök. Mi veletek küldjük tisztjeiteket, a legjobb vezetést, veletek küldjük a legjobb felszerelést, benneteket, magatokkal viszitek veletek született bátor magyar szíveteket. Adja az Isten, hogy minél többen, még büszkébben, még magyarabban térjetek vissza, előbb vissza a győztes harcról. Isten óvjon benneteket. Tehát ez volt a beszédnek az árása, és több mint valószínű, hogy ez adta a reményt a második hadsereg katonáinak, hogy na hát akkor valamikor ősszel mi is haza fogunk térni, azonban ugye a valóság az nem így következett be, hiszen nagyon súlyos harcok árán térettek vissza a második hadsereg katonái aztán 1943-ban. A másik dolog az, hogy ugye nagyon sokan, ugye erről is beszéltünk már a korábbi előadások során, 1989-et megelőzően ugye arról papoltak, hogy a második hadsereget elpusztulni küldték ki a Don partjára, csupa felesleges, tehát társadalmi szempontból felesleges elemekből lettek összeválogatva ennek a hadseregnek a katonái, tehát elpusztulni küldték ki a Don partjára a magyar honvédeket és munkaszolgálatosokat, és ennek kapcsán én szeretnék egy pár ellenpéldával szolgálni. Jelesül egy pár olyan szemét említenék meg önöknek, akik vagy prominens politikai vezetők voltak, vagy tábornokok gyermekei, vagy ismert művészek, sportolók, színészek, akik kint voltak a Don partján, és ebből is lehet látni azt, hogy hát ez nem úgy volt, mint ahogy nekünk a kommunista időszakban lefestették, tehát ez nem egészen fette a valóságot. Ugye az első, akit meg kell említenünk, ugye a kiskormányzó, Vitéz nagybányai Horthy István tartalékos repülő főadnagy, aki ugye a szolnoki 1x1-es Dongó vadászrepülő századnak volt a vadászpilótája, és ugye neki nem lett volna kötelessége kimenni a Don partjára, viszont önként jelentkezett frontszolgálatra, és 1942. augusztus 20-án ugye az iroszkói repülőtéren miután felszállt a vadászgépével, egy repülési hiba következtében lezuhant és repülőhalált halt. Tehát ugye a kormányzó és családja is meghozta a legnagyobb áldozatot, amit ugye egy család csak hozhat a haza érdekében, ugye a legidősebb fiúgyermeke hősi halált halt a hazáért. De azzal kapcsolatban, hogy most a repülőgépnek milyen műszaki hiányosságai voltak, vagy éppenséggel a németek voltak a háttérben, vagy éppen magyar politikai körök próbáltak valamit tenni, megmahinálni a vadászrepülőgépet. Ennek a történetében nem nagyon mennék bele, mert akkor még egy napig itt lehetnénk, és ugye megvitathatnánk azt, hogy ki volt ennek a hátterében. Tény is való, hogy a kormányzó helyettest ugye sokan nem szívülelték ide, az a pontosan azért, mert angol barát volt, és a másik dolog pedig az volt, hogy nagyon sok olyan barátja volt, akik ugye izraelita származású emberek voltak. Ez pedig ugye sem a németek, sem pedig a magyar szélső jobb oldal nem nézte jó szemmel. A másik ugye az, hogy ugye a kormányzó helyettesi tisztségben azt látták egyes politikusok, hogy a kormányzó egy dinasztiát akar alapítani, és ugye ennek folyamányaként hozta létre a kormányzó helyettesi tisztséget, és mondom, ez csak egy ilyen oldalvetület ennek a dolognak. Tény is volt, hogy nem lett volna kötelessége a kormányzó helyettesnek kimenni a Don partjára, mégis megtette, és ugye hősül áthalt 1942. augusztus 20-án. De ott van egy másik ellenpélda, dr. Vitéz Omurovocai Imrédi Béla volt magyar király miniszterelnök, aki tartalékos huszárszázadosként a miskolci 19. önálló huszárszázadnak volt a megbízott parancsnoka az 1942. évi nyári hitfőcsaták időszakában. Ugye a magyar hadvezetőség is nagyot nézett, amikor megjelent Imrédi Béla miniszterelnök, vagy volt miniszterelnök,
ugye tartalékos huszárszázadosként, és átvette a miskolci század huszárszázadnak a parancsnokságát, és igyekezték őt ugye a minél hátrább tudni az első vonalaktól. Azonban, hogy az Imrédi Béla milyen karakán ember volt, erre vonatkozóan szeretnék egy általa leírt idézettel szolgálni. A következőket jegyezte meg, amikor ugye 1942. augusztus 18-19-én századával a Súcsia Perelyeshajai hídfőben vett részt az elhárító harcokban. Én itt most nem miniszter vagyok, hanem katona. Századom a súlyossá vált áttörés miatt bevetésre kerül, így én is ott akarok lenni. Uraim, én nem harctéri pofafürdőre jöttem ki, hanem a valóságot akarom átélni. Na hát ilyen volt egy magyar politikus, nem hátul dekkolt, hanem kijött az első vonalba. Nem rajta múlott, de aztán 1942. szeptemberben őt végül is a hátországba vezényelték. Aztán meg kell említenünk az akkor egynál a miniszterelnöknek, ugye Kállai András miniszterelnöknek, Miklós miniszterelnöknek a fiát, Kállai András huszár hadnagyot, aki a kassai 22. önálló huszárszázadnak a szakaszparancsnokaként került ki a Don partjára. Igaz, hogy a vasúti szállítás közben balesetet szenvedett, így miután fölépült az első tábori páncélos hadosztályhoz nyert beosztást, aztán később pedig a Magyar Királyi Testőrség állományába került. Aztán ott volt a néhai miniszterelnöknek, Gömbös Gyulának az idősebbik fia, Jákfai Gömbös Gyula huszár főhadnagy, aki szintén a kassai 22. önálló huszárszázadnak volt a tisztje, mint arcvonal mögötti tisztelt századparancsnok helyettes szolgált kint a Donkanyarban, és a Doni áttörés időszakában a 7. sízászlóinak volt az egyik századparancsnoka, ő 1943. január 15-én Korbinó mellett halt hősi halált. Tehát itt van még egy prominens személyiség, aki kint volt a Don partján, és persze azt is el kell mondani, hogy a tábornokoknak a gyermekei sem maradtak ki ebből a Doni második hadseregből. Ugye önök közül nagyon jól tudják azt, hogy az Átkosban, hogyha tehát megnézzük a néphadseregnek a történetét, bizony, hogyha valakinek az édesapja az magasabb beosztású honvéd tiszt volt, vagy éppenséggel tábornok, az ugye kijárhatta, hogy a gyermeke ne legyen sorkatona, tehát valami úton, módon kikerülje a sorkatonai szolgálatot. Ez 1945 előtt nem volt túlzottan divat, tehát itt azért a tábornokok fiai is részt vettek a hadi eseményekben, és nem is egy közülük hűsi halált halt. Itt is egy pár embert szeretnék megemlíteni. Az egyik nemes Suhai Imre nyugalmányú altábornagynak a fia, Suhai Imre páncélos hadnagy, aki 30/4-es harckocsi századnak volt az egyik szakaszparancsnoka, és 1942. augusztus 12-én kapott halálos szívlövés Korbinónál, amikor az egyik sebesült bajtását próbálta meg a kötözőhelyre hátravinni. Vagy ott volt Vitéz Faragó Gábor altábornagy, később vezérezredes, a csendőrségnek a felügyelője és a fegyverszüneti tárgyalásoknak a vezetője 1944-ben. Az ő fia Vitéz Faragó István, tüzér hadnagy, aki a kecskeméti 13. fogatolt könnyű tábori tüzérezred 6. ütegének volt az egyik tisztje. Ő is ugye 1942 nyarán sebesült meg súlyosan, úgyhogy a fején és a hátán érték egy gránát repeszély, és aztán hősi halált halt. És aztán ott vannak a sportolók, ott vannak az ismert művész emberek, ugye róluk is érdemes egy pár szót ejteni. Kezdeném a sportolókkal. Egy embert említenék meg, Pecsauer Attila, ugye, aki olimpiai kardvívó bajnok volt. Az ő neve biztosan nem ismeretlen önök előtt. Ha jól emlékszem, a Szabó István a Napfényíze című filmében többek között az ő halálát is megfilmesítette, de előttünk van az a jelenet, amikor a munkaszolgálatos századnak a keretlegénysége kikötözi egy fához a főhőst, lerocsolja vízzel, és az halálra fagy. Na most ez a mendemonda keringett Pecsauer Attila haláláról, hogy Davidovkán így halt meg 1943. januárjában, azonban a valóság másként festett, ugyanis ő a munkaszolgálatos százada állományával 1943. január 14-én szovjet hadifogságba esett, és Davidovkán halt meg, de akkor már nem a magyar kézzel lévő Davidovkán, hanem ugye már ott egy szovjet hadifogolytában működött, és tífusz következtében hunyt el, tehát fertőző betegséget kapott, és ebben halt meg Pecsauer Attila. Tehát ez egy ilyen téves legenda, ami az ő halálával kapcsolatos.
és volt még jó pár olyan sportoló, aki szintén munkaszolgálatosként teljesített szolgálatot a Don partján, és ott vannak ugye az írók, ott van ugye többek között P. Hóvárd, azaz ugye Rejtő Jenő, aki 1943. január 1-én halt meg, tehát a Doni áttörés előtti utolsó időszakban. A halála mai napig nem tisztázott, mert 1944. októberében a veszteségi kartonjára azt jegyezték föl, hogy nem halt meg, hanem eltűnt. Tehát lehet, hogy ahogy a szovjet hadifogságba esett és ott hunyt el, ez már sajnos nem fog kiderülni, hiszen ezzel kapcsolatban nem kerültek előiratok. Ráadásul ugye nem is Rejtő Jenő, hanem Rejh Jenő néven volt ő munkaszolgálatos. Vagy ott van például Örkény István, az 1945 utáni időszak egyik ismert író személyisége. Ő egyébként a zsidó törvények előtt tartalékos zászlósi rendfokozatban szolgált, részt vett az országgyarapításokban, tehát megkapta a visszatérési érmeket, és amikor 1942. májusában behívták Nagy Kátára katonai munkaszolgálatát, akkor a zászlós egyenruhájában ment a behívó parancsnak engedelmeskedni, és az ottani bevonulási központ parancsnoka, amikor meglátta, hogy egyenruhában érkezett meg Örkény István, akkor szabályosan dűrohamot kapott, letépte a zászlósi rendfokozatát és a kitüntetéseinek a szalagsávét, aztán még ki is köttette, aztán utána pedig be is rakatta az első munkás századba, amely kiment a Don partjára. Neki nagyobb szerencséje volt, hiszen hadifogságba esett, és 1946-ban tért haza. De ezeket az élményeit megörökítette, és meg is írta több novellában, amiket ugye ma is lehet olvasni. Aztán az írók, költők esetében meg kell említenünk például egy másik embert, Boldizsár Ivánt, aki ugye a másik oldalt képviselte, ugye 1989 előtt nagyon futtatták, egy rettenetesen baloldali beállítottságú ember volt, ugye annak idején Sára Sándor 25 részes dokumentumfilmében, amely ugye a második hadseregnek a Doni hadműveleti tevékenységéről szólt, abban is volt interjúalany, és ő nem munkaszolgálatosként, hanem hadaplódőrmesterként szolgált a keleti fronton, kapott bronz vitézségérmet, tehát valamit tenni is kellett azért, hogy ezt a kitüntetést kiérdemelje, majd a visszavonulás során tífuszt kapott, idehaza Esztergomba lábadozott a kórházban, majd nem várta meg a leszerelését, hanem önkéntes illegalitásba vonult, legalábbis utólag ezt állította magáról. Ezt lehet olvasni a visszaemlékedéseiben, és az ő részéről ennyi volt a Doni kaland. De ott van még Zelk Zoltán költő, aki szintúgy munkaszolgálatos volt a Don partján, egy ellátó oszlopnál teljesített szolgálatot, ami nagy szerencséje volt neki, hiszen ennek köszönhette azt, hogy őket vasúton vitték egészen a magyar határig, majd ott leszállították őket a vasúti szerelvényről, és a munkaszolgálatosokat visszairányították Ukrajna területére további katonai munkaszolgálatra. És akkor ott vannak zászlógyalánt a színészek is. Hát ugye a korszak ünnepelt, illetve kevésbé is, akkor még kevésbé ismert színészei is ott voltak a Don partján. Egy embert említenék meg, Csákányi Lászlót, aki honvéd volt, és a budapesti első felderítő zászlói kötelékében volt kint a Don partján. És ott működött ugye a második hadsereg mögöttes területén a tábori színház, amelynek állományában több ismert neves színész is úgymond teljesített szolgálatot, többek között ott volt Dajka Margit, Kis Manyi, Rajz János, vagy éppenséggel Tompa Sándor, Kézdivásárhelyi színművész, akik ugye igyekeztek felettetni a katonákkal a hátország égető hiányát. Tehát az ő Doni tevékenységüket is mindenféleképpen meg kell említeni. Ugye ezek olyan dolgok, amikről nem nagyon szoktak beszélni a második hadseregnek a Doni tragédiája okán, hanem általában, ahogy már utaltam arra az előadásnak az elején, mindig ugye a halálra ítélt hadsereg sztereotípiát hozzák elő, vagy éppenséggel a Doni áttörésről beszélnek, amit már korábban többször is kifejtettem, hogy nem a legszerencsésebb elnevezése a mai nap, vagy illetve igen a holnapi napta, tehát január 12-ének ez a bizonyos Doni áttörés, mert aki kevésbé járatos a magyar történelemben, mert el kell mondanunk, hogy sajnos egyre többen vannak, ugye főleg a mai ifjúság körében, akiknek nagyon azt lehet mondani, hogy felületes
ismeretanyaga van erről az időszakról, azt gondolhatják, hogy a Donnál akkor mi áttörtünk, tehát hogy mi arattunk sikereket, de valóságban sajnos nem így történt, hanem ugye a szovjet 40. hadsereg volt az, amely megpróbált ugye zsákba varni a magyar 2. hadsereget, ami Istennek hála nem sikerült, mert hogyha ez megtörténik, akkor bizony most már nem is 128 ezer fős véres veszteségről, hanem a teljes 2. hadsereg veszteségéről kellene beszélnünk, de mai napig is élnek ezek a tévhitek az emberekben, és ezeket mindenféleképpen érdemes ugye a történészetnek szétoszlatni. Akkor az előadás 2. témája fog most következni, illetve hát akkor ez már nem is előadás, hanem egy kicsit kötetlenebb jellegű dolog lesz. Ugye Sárikával közösen hoztunk önöknek könyveket. A Tortoma kiadóról szeretnék önöknek egy pár szót szólni. Demeter Laci barátom a Erdővidéken hozta létre a Tortoma nevezető kiadót. Laci a helyi székely magyar közösségnek az egyik nagy motorja, egy igazi derék székely magyar ember, és valamikor 2016 tájéken lehetett az, amikor József Álmosnak a Bevonulás 3 székre című könyve lektorálására fölkért a Laci. Én ezt végre is hajtottam, hogy ez a kötet meg is jelent, ebből Sárika hozott is egy pár példányval. Ez ugye az 1940-es 3 széki bevonulásról szól, nagyon szép fényképes könyv. Ugye Álmos bátyám egy sepsiszentgyörgyi nyugdíjas matematika tanár, aki ugye nyugdíjait arra áldozza, hogy nem az unokákat pesztrálgatja, hanem inkább járja a 3 széki településeket, és gyűjti a kicsi magyar világgal kapcsolatos fotó és tárgyi emlékeket. Ugye ennek az eredménye az ő kötete, amelynek most megjelent egy újabb, hát nem is kiadása, hanem egy másik példánya, az pedig a 3 széki országzászló állításokról szóló munkája. Ez most valamikor karácsony előtt jelent meg. Ez már a 2. kiadása ennek a könyvének, tehát Álmos bátyám ezen kötetének. És ezt követően, hogy Laci megkérdezte, hogy hát nekem volna valami kéziratom, amit esetleg ők kiadhatnának, és mondtam, hogy hát miért ne lenne, a tarsolyban mindig van az embernek olyan kiadatlan anyag, amit szeretne megjelentetni, és ennek az eredménye lett az, hogy 2017 májusában megjelent ez a bizonyos kötet, a Csíkszereda és Kézdivásárhely hazatérés 1940 címmel. Ez egy olyan kötet, amely ugye a két városba történt bevonulásról szól, az egri 20. gyalogdandár, illetőleg a Munkácsi 2. gépkocsizó dandár bevonulásáról szóló kötet, amelyben nem csak visszaemlékedések, hanem a korabeli székely sajtónak a felhasználásával bemutattam azt, vagy megpróbáltam bemutatni azt, hogy hogyan várták a székelyek az oda bevonuló honvédeket, ami azért is volt számomra kedves munka, mert az én anyai nagyapám és két testvére az egri 14. honvéd gyalogezred kötelékében teljesített szolgálatot, és nagyapámnak a két bátyja, mert nagyapám volt a legkisebb a 3 fiú közül, ő csak 1940. december 2-án vonult be Kassára, tehát ő később kezdte meg a katonai szolgálatát, de a két bátyja ott volt az Erdély bevonulásban, és valószínűleg tátott szája hallgatta azt, amikor elmesélték a bátyjai, hogy milyen volt a székelyföldi bevonulás, milyen volt Kézdivásárhelyen, milyen volt Sepsiszentgyörgyön, és ennek eredményeképpen lett ez a kézirat összeállítva, és a fotóanyag, amelyet mindenképpen érdemes tartok megemlíteni, az a kötet egyik fő értékét adja, hiszen közel 400 darab fényképfelvétel van ebben a kötetben, amelyeket nem közgyűjteményekből, tehát nem múzeumokból szedtem össze, hanem az elmúlt 25 év során számos olyan 14. vagy honvéd gyalogezredbeli tisztel, vagy éppenséggel 20. gyaloghadosztálybeli tisztel beszélgettem, vagy legénységállományú honvéddel, akinek maradt fényképe ezen időszakról is, és így kerültek be ezek a fényképek ebbe a kötetbe, és az utolsó pillanatban például az akkori gyalogdandár vezérkari főnökének, Lovak Kern Károly vezérkori próbaszolgálatos századosnak a hagyatékát is megkaptam, és hát ez azért volt nagy segítség számomra, mert a vezérkori tisztek mindig precíz emberek voltak, ami azt jelentette, hogy az összes fényképnek a hátoldalára fölírta, hogy mikor készült, hol készült, és kik vannak a fényképen. Tehát ez egy nagyon nagy segítség volt a történész számára, és azt kell mondanom, hogy ezek a fotók
core dokumentumok a szó minden értelmében, tehát nem csak azt lehet látni ezeken a képeken, hogy milyen örömmel fogadják a székelyek a bevonuló honvédeket, hanem azt is, hogy valóban ez egy spontán ünneplés volt, hogy bevonultak a magyar katonák. Tehát ne higgyünk a baloldali állításnak, amely szerint ez egy szirupos, gicses bevonulás volt, mert ez egész egyszerűen nem igaz. Tehát nekem is, amiket meséltek a bevonulás ezen időszakáról az egri honvédek, és bizony nem egyszer ugye könnyes szemmel, hát az mindenból csak éppenséggel szirupos bevonulás, nem? Tehát számos érdekes eseményt említettek meg a kézdivásárhelyi honvédek, és nekem ugye a kézdivásárhelyi bevonulás azért is még szív, ugye, mert a feleségem nekem kézdivásárhelyi születésű, tehát félig meddig ugye haza is dolgozott az ember, még így jász magyar létére is, és ennek köszönhetően, tehát a Tortoma kiadó segítségének köszönhetően jelent meg ez a kötet, és el kell mondanom azt is, hogy Székelyföldön nagyon szépen fogadták ezt a könyvet. Egyébként a kötetnek az előszabát Raffo Jernő történész írta, ugye az Antal kormány volt honvédelmi államtitkára, az általam egyik legjobban tisztelt jobboldali magyar történészek egyike. A tanár úr az első szóra vállalta a kötet előszabának a megírását, és nagyon, nagyon flappáns előszót írta ez a kötethez. És azért azt el kell mondanom, hogy Székelyföldön, tehát nagyon megható volt a kötetnek a fogadtatása. Voltunk Kézdivásárhelyen, aztán Sepsiszentgyörgyön, és elmentünk Csíkszeredába is. Most Csíkszeredába 2017. június 23-án érkeztünk meg, nekünk éppen akkor van a házassági évfordulónk, 2012. június 23-án volt az egyházi esküvünk Tórján, nem messze Kézdivásárhelytől, ahol a feleségemnek az egyik általános iskolai osztálytársa, aki ott református lelkész, üldött össze bennünket. És hát azt ugye nem tudták az ottaniak, tehát a csíkiak, hogy nekünk ez egy ilyen szép nap az életünkben, de elmentünk a csíkszeredai városházára, és legnagyobb megdöbbenésünkre sehol nem volt egy darab román zászló, mindenhol csak a székely zászlók és a magyar zászló volt kitéve. És amikor fölmentünk az első emeleti tanásterembe, akkor a tanásteremnek az ajtaja, mint egy ilyen diadalkapu, virágokkal volt földíszítve, és körbe volt tekerve piros-fehér-zöld szalaggal. És én meg is lepődtem, és akkor erre mondtam is Veres Dávid bátyámnak, aki szervezte az egész rendezvényt, hogy hát nekünk ez nagyon szép és megható dolog, hiszen nekünk ekkor van a házassági évfordulónk, és mondta, hogy na hát ez egy nagyon, nagyon jeles dolog, de hát ők azért emelték ezt a diadalkapot, hogy emlékeztessenek arra, hogy 1940-ben kétszer is bevonultak oda a magyar csapatok, hiszen először a gyors hadtest alakulatai, majd egy héttel később az egri 20. gyalogdandárnak az alakulatai vonultak be Csíkszeredába. De ugyanígy hasonlóan szépen fogadtak bennünket Szentgyörgyön és Kézdivásárhelyen is. Akkor a másik kötet, amiről egy pár szót szeretnék ejteni, ez az én szűke pátriámnak a fotóalbuma, ez a Jász Magyar Honvédek albuma címet viseli, ezt is a Tortoma kiadó jegyezte. A kötetről azt kell mondanom, hogy ez a Jász Magyar összefogásnak a jelképe, mert az anyagi rávalókat azt politikai hovatartozástól függetlenül ajánlották föl a jászsági emberek, tehát van köztük baloldali, van köztük teljesen jobboldali ember is, tehát egykori jobbikos képviselő, és persze majdnem mindegyik önkormányzat támogatta valamilyen összeggel ezt a kötetet, amelyben csak 875 darab fényképfelvétel látható. Én jászbeli születésű vagyok, és hát gimnazista korom óta próbáltam egy gyűjtögetni a város második világháborús történetével kapcsolatos fotodokumentációkat. Ilyenek köszönhetően körülbelül 3000 darab fényképfelvételt sikerült összegyűjteni az 1920 és 45 közötti időszakról, és hát nagyon nehéz dolgom volt, mert a legjobb képeket kellett összeválogatni, hát ugye ebből lett ez a csokor összeválogatva, ez a 875 darab fényképfelvétel. A Jászberényi helyőrség az ugye több alakulatból állott, egyrészt ott volt a kerékpáros zászlóalj, amelyet ugye a helyiek gumihuszároknak vagy dróthuszároknak is neveztek. Az egykori huszár laktanyában állomásoztak a kerékpáros zászlói katonái, az 5. honvéd kerékpáros zászlóalj, amelyet aztán később ugye Kis Ernő aradi vértanúról neveztek el, úgyhogy a Kis Ernő altábornok vagy 5. honvéd kerékpáros zászlóalj néven voltak ismeretesek, majd aztán később ugye páncélos
zászlóján szervezték át az alakulatot, részt vett a gyors hadtest kötelékében, a 41-es hadműveletekben, aztán egy részei ott volt a Doni hadműveletekben, és utána 1944-45-ben a magyarországi hadszíntéren véreztek el. A másik alakulata a zászlóaljnak, ugye ez a zászlóalj volt a városnak a házi zászlóalja, a másik zászlóalj az a 2x3-as gyalogzászlóalj, amely 1939. decemberében érkezett meg a Jászberényi új laktanyába. Ugye a budapesti József Nádor II. Honvéd gyalogezet 3. zászlóaljáról volt szó. Ugye Ervin bátyámnak az édesapja ide kapott annak idején 1940-ben katonai behívót, és itt is végezte a tartalékos tiszti tanfolyamot. Ugye jól emlékszem, az első évfolyamot Jászberényben, a második évfolyamot pedig Lajos Mizsén, ahol a második gyalogezrednek az egyesített tartalékos tiszti iskolája volt. Ugye ennek az zászlóaljnak volt az Iker alakulata, tehát a mozgósított alakulata, a 32x3-as zászlóalj, amely kikerült a Don partjára. Róluk már beszéltem például tavaly is, ugye elmondtam azt, hogy a második hadsereg legdélebbi arcvonal szakaszát tartották a jászberényiek, és 5 nappal az Ulivi áttörés követően 1943. január 17-én kapták meg a visszavonulási parancsot, és ugye igen kemény harcokat hívtak, pedezték az olasz Tridentina hadosztálynak a visszavonulását, és amikor 1943. májusának végén a csonka zászlóját fogadta Jászberény város közönsége, hát az minden volt, csak éppenséggel örömünnep nem, ugyanis kiderült, hogy amikor ugye 11 hónappal korábban, 1942. júniusának végén a közel 1000 fős hadilétszámú zászló elvonult a Don partjára, 11 hónappal később, tehát 43. májusában alig 250 katona jött vissza ebből a zászlóhajból. Többek között ugye Sárosi Ervin tartalékos zászlóssal, akinek utána isteni szerencséje volt, hiszen később már nem kapott katonai behívót, és így ennek köszönhetően még a hadifogságot is elkerülte. Mások azért nem voltak ennyire szerencsések. És volt még egy harmadik alakulata a városnak, ez pedig a Méntelep katonai osztaga volt. Ugye ők is ugye nem az első vonalbeli műveletekben vettek részt, hanem ugye a lóállományt biztosították a Magyar Királyi Honvédség lovossága, illetve hát ugye a fogatolt alakulatai számára. Ők nekik akkor volt szerepük, amikor 1944 őszén ugye a Ménes állományt nyugatra kellett menekíteni, és utána ennek egy részét 1945-ben a nyugati hadifogságból haza is tudták hajtani, ám bátor a lóállománynak a többségére ugye a hős szovjet csapatok rá is tették a kezüket. Tehát kivitték őket úgymond a jóvátételezés gyanánt, és ha már a lovaknál tartunk, hadd meséljek egy érdekes történetet. A Magyar Királyi Honvédségnek a lóállománya az több részből tevődött össze. Ugye volt a kincstári állomány, amely ugye az alakulatoknál volt, úgymond használat alatt. Volt a feles létszámú állomány, amelyet behívás esetén, illetve mozgósítás esetén hívtak be. Ezeket kiadták vállalkozó gazdáknak. Ezeket hívták vállalkozó lovaknak. Minden évben a meghatározott időszakokra be kellett vonultatni ezeket a lovakat, kiképzésben részesültek, és miután lejárt a lovatnak a hadkötelezettségi korhatára, a gazda kedvezményesen, vagy pedig térítésmentesen megkaphatta a hátas lovat, amennyiben kifogástalan állapotban tartotta azt. És volt a harmadik állomány, az igénybevételes lovak állománya, amely gyakorlatilag az összes lovat lefette az ország területén. Ezt ugye az 1939. évi honvédelmi törvény is megszabta, tehát a törvényi háttér megvolt, hogy milyen alkalmakkor lehet behívni a lóállományt, hogyan lehet ezeket behívni, és az egyik ilyen érdekes eset már szovjet hadifogságban történt meg. Egy honvéd írta le a visszaemlékedésében, hogy egy kolhozban teljesítettek úgymond ilyen hadifogói szolgálatot, és egy istálóban dolgozott többek között. Tehát ilyen a lovakat ápoló hadifogolyként volt kint ebben a kolhozban, és volt vagy 50 ló az istálóban. És kérdezte, ugye ott is ugye szigorú katonai regula szerint éltek, kérdezte a szolgálatvezető őrmestertől, hogy hát őrmester úr, hogy a lovak közül vajon melyik az, amelyik a miénk, és melyik az, ami nem magyar, hanem a szovjeteknek a tulajdonát képet, és akkor erre mondta, hogy na akkor fiam, majd holnap reggel gyere ide, jó, van, megmondta, hogy hajnali 5 vagy 6 óra tájban jöjjön ki, amikor a reggeli abrakoltatás van, és majd akkor megtapasztalhatja. És kiment ez a visszaemlékező,
és leírta azt a visszaemlékezésében, hogy az őrmester elővette egy kürtöt, és az abrakoláshoz kezdetű kürtjelet elfújta, és az 50 lóból 6 ló fölkapta a fejét, és elkezdett ficánkolni, kapkodta a fejét, nézte, hogy honnan kapja az ablakot, és mondta, hogy na fiam, ezek a mi lovaink. Tehát, hogy a magyar lovak is ilyen kiképzést kaptak, hogy még úgymond a hadifogoly szolgálat alatt is tudták a katonai regulát, tehát megismerték a magyar kürtjeleket. És a városban persze, visszatérve még Jászberény, mert volt egy munkaszolgálat a zászlóa is, az első munkaszolgálat a zászlóa volt, amely ugye ilyen menet századokat állított ki, és azok kerültek ki a második hadsereg kötelékébe, illetve aztán pedig az ukrán megszállt területekre. Hát róluk sajnos képanyagot nem tudtam összegyűjteni, viszont egy pár visszaemlékezés szerepel ebben a kötetben. És akkor menjünk a következő kötetre. Ez a könyv, ez, hát amit lehet látni, hogy a kormányzó úr őfőméltósága van a borítóján, ez tavaly jelent meg november 2-án, az első bécsi döntés 80. évfordulója alkalmából. Erről a kötetről is el kell mondanom azt, hogy ez egy igen szép példája a magyar összefogásnak, mert a felvidék.ma nevezetű felvidéki honlap segítségével sikerült begyűjteni felvidéki családoktól fényképeket a felvidéki bevonulás időszakából, illetve az akkori magyar világ időszakából. Persze emellett kaptam számos visszaemlékezést is, amely a magyar csapatoknak a bevonulásáról szól. Ugye ezt egy székely kiadó adta ki, úgyhogy egy magyarországi nyomda nyomta ki a könyvet. Tehát mi más, hogyha nem ez a magyar összefogásnak a példája. És hogy ennek a kötetnek is az előszavát Raffai Ernő tanár úr írta, illetve egy bevezető rész pedig az egyik nagyon kedves pót nagyapám, Vitéz Nemes Békei Kós Ottó magyar király százados úr írta, aki tavaly december 3-án töltötte be a 103. életévét, és hát Istennek hála, Budi bátyám nagyon jó egészségnek örvend, ugye ennek örömére meg is írta a kötetnek az előszavát, tehát leírta az élményeit, többek között azt, hogy élete egyik legszebb pillanata az volt, amikor fiatal hadnagyként, őt 1938. augusztus 20-án avatták Ludovikán, tehát 81 esztendővel ezelőtt, és leírta azt, hogy tejfeles szájú hadnagyként a székesfehérvári Szent István III. Honvéd gyalogezrednek volt az egyik puskás század parancsnoka, és ez nagyon, nagyon maradandó élményt jelentett a számára, hogy útlevél nélkül, ugye fegyverrel a vállukon, magyar zászlóval a kezükben léphettek át a trianoni határon, ahol a felvidéki magyarság mindenütt virágesővel és könnyekkel, illetve hát nagy örömmel várta a bevonuló magyar katonákat, és hát ha jól emlékszem, meg is írta azt Brudi bátyám, hogyha még egyszer megfújnák a kürtöt, akkor ő azonnal csatasorba állna, és részt venne az ismételt felvidéki bevonulásban, hiszen ahogy már a székelyek is megmondták, volt a kicsi magyar világgal kapcsolatban, hogy ami egyszer volt, az lehet máskor es. Tehát bízzunk abban, hogy egyszer lesz még egy ilyen magyar föltámadás, ugye ez nem csak rajtunk, hanem ugye a külpolitikai konstellációkon is múlik. Ugye ebben a kötetben 400 darab fényképet sikerült elhelyezni, hogy már mondtam, volt a többség ezen képeknek felvidéki magyar családoktól származik, de kaptam anyaországi gyűjtőtől is fényképeket. Ugye ekkor még a Magyar Királyi Honvédségnek a haditudósító alakulatai nem működtek, hanem az MTI készített hivatalos fotókat, amelyeket képes lapformátumban lehetett kapni. Tehát ebből adódik az, hogy egy-egy kép ismerős lett az önök számára, mert ez már más könyvben is megjelent, mert ezeket ugye képes lapformátumban lehetett kapni. Sajnálatos módon ugye a felvidék.ma vezetője, Pogányi Erzsike, az ugye szerette volna támogatni a könyvnek a megjelenését, azonban tavaly májusban meghalt, és úgy tűnt, hogy nem lesz ebből a kötetből semmi. És amikor nyáron az EMI táborban találkoztam Gyergyóban a Demeter Lacival, Laci nekem szegezte a kérdést, hogy no, azt mi lesz ezzel a könyvvel? És mondtam, hogy hát se pénz, se posztó, képek vannak, a kézirat nagyja megvan, nem tudom mi legyen. Erre azt mondta Laci, hogy nát, akkor majd mi megcsináljuk. Hát aztán végül meg lett az eredménye, Istennek hála megjelent a kötet, és az a helyzet, hogy a budapesti bemutatón, ahol Raffai Ernő tanár úrra mutatott be a könyvet, én nagyon meglepődtem, méghozzá kellemesen, mert a budavári polgári szalomban mutattuk be a kötetet november 2-án, és annyian voltak a jelenlévő vendégek, hogy még az utcán is álltak.
Egy 100 férőhelyes termet kell elképzelni, olyan 200-an jöttek el az eseményre. Úgyhogy csak ezen az egy könyvmutatón, ha jól emlékszem, 100-valahány könyvet vittek el az érdeklődők. Úgyhogy meg is lepődtünk, hogy ekkora érdeklődés van a kötet iránt. És utána aztán visszavettük Párkányt, de ott voltunk, Bogdán András barátommal, aztán voltunk Somorján, tehát a Sárika, ha jól emlékszem, voltunk Léván, ott is nagyon szépen fogadta bennünket a helybeli magyarok, a Lévai Reviszki Társulás még anyagiakkal is támogatta a kötetet, és ha már ennél a kötetnél tartok, azért azt még szeretném megemlíteni, hogy amikor az ember egy ilyen könyvet csinál, meg ugye ebben a témában kutat, ez gyakorlatilag egy soha véget nem érő kirakójáték. Tehát összeszed bizonyos elemeket, megjelenik a könyv, aztán utána kap még fényképeket, kap még visszaemlékedéseket. Na most ezzel én is így jártam. Tehát megjelent a kötet, és azt kell mondanom, hogy a megjelenés követően, ez ugye november 2-án történt, most van január 11-e, körülbelül 600 darab fényképet kaptam, olyan képeket, amik nincsenek benne a kötetben. De zsebkendőgyi méretű felvidéki magyar falvakból, ahol virágesővel, magyar zászlóval fogadják a bevonó magyar csapatokat, kaptam olyan visszaemlékezéseket, amiket sehol nem közöltek még le. Tehát nem olvasta még senki a közlön, illetve rajtam kívül, és úgy voltam bele, hogy akkor ebből kell egy második kiadást csinálni. Így ennek eredményeképpen majd március 15-én, amikor lesz a kárpátaljai bevonulásnak a 80. évfordulója, akkor megjelenik a kötetnek a második bővített kiadása, amely már nem csak a felvidék, hanem Kárpátalja visszatéréséről is fog tudósítani, mert Kárpátaljáról is érkeztek fényképek, sőt például Técsőről kaptam két teljes fényképalbumot is, de ilyen vastag fotóalbumokról van szó. Eljutott oda a híre is ennek a kötetnek. Azt kell mondani, hogy az internetnek megvannak az előnyei, hál' Istennek ugye a hírek jönnek-mennek, és azt kell látnunk, hogy az elszakított területek magyarságát is nagyon érdekli, és foglalkoztatja ez az időszak, és én nagyon örülök neki, hogy a felvidéki magyarságot is sikerült megszólítanunk, hiszen az erdélyi magyarokkal és székelyekkel ellentétben a felvidéki magyarságnak a gerincét megroppantották. Ugye ez több rétű dolog, az egyik már ugye 1918 után bekövetkezett, ez a viszonylagos csehszlovák jólét volt. Ugye Csehszlovákia az egy demokratikus berendezkedésű állam volt, ugye, ahol bepróbálták ugye a munkás mozgalmat meg a baloldaliságot is erőltetni. Ennek volt az köszönhető, hogy amikor visszatért a felvidék, akkor több ízben lekommunistázták az anyaországiak a később bevonuló felvidéki illetőségű magyar honvédeket, amely csak részben volt igaz, ugye nagyon erős volt a baloldali munkás szakszervezeti mozgalom ezen az ország részen, ez az egyik. A másik az, hogy ezzel a bizonyos jóléttel próbálták meg a cselákok megtörni a magyarság gerincét. Ez 20 év alatt valamilyen szinten úgy sikerült, hogy bizony, amikor visszatértek ezek a területek, tehát a felvidék magyar lakta részei, illetve a Kárpátalja, akkor tapasztalták azt a felvidéki magyarok, hogy bizony az anyaországi magyarság az nincs olyan jólétben, mint a felvidéki magyarok. Tehát ott nem lehet kapni Budapesten batacipőt, nincsenek különféle ipari termékek, akkor ráadásul a cseh koronát nem úgy váltja át a Magyar Nemzeti Bank, mint ahogy kellene. Tehát ez egy kicsit negatívan csengett le az ő szempontjukból, sőt az sem nagyon tetszett nekik, hogy úgymond anyásokat tettek a nyakukra, ami azt jelentette, hogy az anyaországból vittek ki katonai előjáró parancsnokokat, illetve tisztségviselőket, akik átvették a területnek a közigazgatását, azonban ezeknek az embereknek a többsége ugye 1918 előtt felvidéken élt. Tehát volt rálátása a felvidéki dolgokra, és ugye ott akarták folytatni, ahol 1918 végén abba maradt, holott ugye eltelt 20 esztendő, és ezt a 20 esztendőt valahogy be kellett pótolni. Úgyhogy a felvidéki magyarságban, ha bár maradt egy kis negatív lecsengése a visszacsatolásnak, mégis egyetlen egy dolog a mai napig pozitívan megmaradt bennük, méghozzá az, hogy ismét másodrangú állampolgárból az uralkodó államalkotó nemzetnek a tagjaivá válhattak. Tehát ez volt a legjelentősebb dolog az életükben. Ugye magyar oktatásban részesültek, magyarul beszélhettek, magyar utcatáblák voltak. A könyvben is lehet látni egy nagyon szép fényképfelvételt, hogy szedik le a csehszlovák utcanév táblát, és azonnal teszik fel a helyére a magyar Rákóczi út táblát. Tehát ez nagyon fontos momentum volt az ő számukra. Aztán ugye jött 1945, a Benesi dekrétumoknak a meghozatala,
azt követően pedig ugye, hogy a magyarságot ismételten másodrangú állampolgárokká degradálták. Aztán jött a kommunista időszak, amikor szintén ugye maradt ez a szégyenbélyeg rajtuk, egészen a mai napig. Ugye láthatjuk azt, hogy habár ugye Csehszlovákia az elmúlt 100 év alatt másodjára került a történelem szemétdombjára, ugye egyszer 1939-ben, amikor ugye mint Európa rákos daganatát eltávolították a térképről, ugye többek között ugye a németeknek és az olaszoknak köszönhetően, de persze ebben tevékenyen részt vettek az angolok és a franciák is, a müncheni egyezmény eredményeképpen, illetve aztán később ugye, amikor 39 márciusában Hitler bevonult Prágába, ahol a prágaiak önfeledten és nagyon boldogan fogadták a Wehrmacht katonáit, tehát nem úgy tűnt, mintha meg akarták volna szállni a cseh iparvidéket, hanem igenis várták azt, hogy oda bevonulnak a német katonák. És ugye ezt aztán ugye igyekeztek elkenni, elkozmetikázni a csehek, és utána 1993-ban másodjára is immár végleg eltűnt az európai térképről Csehszlovákia, most már csak ugye úgymond Szlovákia, tehát a felvidék is Csehország létezik. De milyen érdekes és milyen megmosolytató dolog az, hogy a tavaly októberben Csehszlovákia 100. születésnapja alkalmából Prágában katonai díszszemlét tartottak. Tehát a már nem létező állam alakulatnak a születésnapját megünnepelték. Ez kicsit olyan, mintha például mi az osztrák magyar monarchia valamelyik jeles évfordulóját ünnepeltük volna meg valamilyen katonai díszszemlével, vagy emlékeztetünk arra, hogy milyen volt az, amikor 2018. december 1-én ugye román barátaink a Nagy Egyesülés centenáriumán milyen botrányos módon emlékeztek meg ugye arról, hogy elszakították Kelet-Magyarországot és ugye annak kebelében Erdélyt a Magyar Királyság testétől, és ugye hogyan rabolták végig a magyar területeket, tehát ezt is ugye érdekes módon ünnepelték meg, amit ugye érthető módon az erdélyi magyarság nem tart számon az ő ünnepei között. De visszatérve még azért egy gondolat elejéig a felvidéki magyarságra, tehát ez a kötet, ez azért is jelent meg, hogy a felvidéki magyarságnak egy kis mankót, egy kis lelki segédeszközt is nyújtsunk, tehát ahhoz, hogy a mindennapi küzdelmeiket meg tudják vívni. Úgyhogy ennek keretében vettük föl a Rákóczi Szövetséggel a kapcsolatot, és a Rákóczi Szövetségben az első kiadását is támogatta a kötetnek, de a második kiadás kapcsán jelezték azt, hogy az összes felvidéki és kárpátaljai magyar oktatási intézménybe el fogják juttatni a kötetnek egy-egy példányát. Ami azért szép dolog, mert végre valahára nem egy liberális munkát fognak olvasni az ottani magyar nebulók, hanem egy nemzeti konzervatív szemléletben megírt munkát, tehát elolvashatják azt, hogy milyen volt a visszatérés a maga valójában, hiszen én is igyekeztem olyan visszaemlékedéseket összegyűjteni ebben a kötetben, amely nem csak a szépet és a jót írja le, hanem bizony a visszásságokat is. Mert ugye az éremnek két oldala van. Ha nem lett volna a második világháború, nyugodt szívbe lehet állítani azt, hogy akkor körülbelül 10 év alatt tudtuk volna integrálni a felvidéket, és eltűntek volna ezek a különbségek. Erdély esetében ez 5 vagy 6 év alatt bekövetkezett volna, de sajnos ugye a hadi események más fordulatot vettek, aztán utána egy második Trianonnal meghonorálták nekünk ugye azt, hogy részt vettünk a második világháborúban. És akkor jön a következő kötet, ez az utolsó lesz a sorban. Ez egy második világháborús visszaemlékezés, Hídvégi Lajos tartalékos hadnagynak a munkája, amely a fegyver alatt címet viseli, és ugye az alcím az ungvári Magyar Király 24. hadosztályban 1944-1945. Ez egy nagyon érdekes memoár, abár el kell mondanom azt, hogy a rendszerváltozást követően sorra másra jelentek, illetve jelennek meg a második világháborúval foglalkozó visszaemlékezések, különféle fajta naplók, valamelyik jobb, valamelyik kicsit gyengébb minőségben vagy éppenséggel kivitelben. És ez a kötet az egyik legkiválóbb visszaemlékezések egyike, hiszen a visszaemlékezés szerzője Hídvégi Lajos bácsi egy tanárember volt. Na most ő 1944-ben, mint tartalékos hadnagy, az ungvári 24. gyaloghadosztály kötelékében teljesített frontszolgálatot, tehát a Kárpátok előterében volt kint, mint a törzs századnak az egyik szakaszparancsnoka, vagy később pedig a hadosztály parancsnoknak a személyi segédtisztje. Így ennek köszönhetően nem csak az első vonalbeli élményeit írhatta meg, hanem hogy
az agytrözt, tehát a hadosztályparancsnokság hogyan is működik. Tehát számos érdekes történetet, eseményt leírt a kárpátalja, illetve a Kárpátok előterében lezajlott harcokról, milyen volt a viszonyuk a helyi ruszin lakossággal, vagy éppenséggel az ukrán partizán mozgalommal, milyenek voltak a németek, hogyan viselkedtek a magyar katonákkal szemben. És utána, amikor a hadosztályparancsnokát Vitéz Markóczy János altábornagyot hátországi szolgálatra vezénik vissza, a hadosztályparancsnok magával viszi a személyi segédtisztjét, Hídvégi Lajos hadnagyot, aki innentől kezdve követi a hadosztály, vagy volt hadosztályparancsnokot, Markóczy altábornagyot, akiről mindenképpen meg kell említeni, hogy ő volt 1944-ben a jutasi csapatalatisztképzőnek a parancsnoka. Tehát egy igazán kemény és karakán katona emberről van szó, aki nem kilométerekkel hátrébb szemlélte a hadi eseményeket, hanem bizony kiment az első vonalba, és azt Lajos bácsinak a visszaemlékedéséből nagyon jól lehet tudni, hogy az egyik zászlói parancsnoknak még a hajaszála is énekelt, amikor meglátta a tábornokot, hogy megjelenik az első vonalban, és igyekezett hátrébb vinni a tábornokot, mondvá, hogy nincsen biztonságban, és erre mondta neki Markóczy, hogy hát pedig fiam, én jöttem ellenőrizni a vonalakat, ahol nem tetszett neki, hogy milyen állást építettek ki az utász alakulatok, rögbest lapátot, ásót ragadott, és maga kezdte el az első ásónyomokat kiásni, megmutatta, hogy hol kell a különféle erődítési elemeket elkészíteni, hova kell spanyolbakot állítani. Tehát magyarán szólva ő élen járt abban, hogy a katonáiról gondoskodjon. Amikor megindul a nagy szovjet támadás 1944. július végén, akkor megpróbálja összeszedni a 24. gyaloghadosztálynak a hátrafelé vonuló alakulatait, ebben segítségére van a Hídvégi Lajos bátyám is, aki ezért a tevékenységért megkapja a német vaskereszt második osztályát, fölterjesztik a magyar érdemben tiszti keresztjére, ami egy igen magas kitüntetés volt, és általában post-mortem, tehát hűsi olát követően kaphatta csak meg tartalékos tisztecskék, szabad így fogalmaznom. Hát Lajos bátyám ezt nem kapta meg, mert ugye közbeszólt a háború vége, tehát a fölterjesztés megmaradt, amelyet a hadifogságban Markóczy János altábornagy igazolt is, Markóczy, vagy illetve Hídvégi Lajos tartalékos hadnagy részére. Nagyon szép képet fest arról, hogy milyen volt a magyarországi helyzet 1944 őszén, hogyan zajlott le az ő visszavonulásuk, és utána hogyan telt az idő Ausztriába, hogyan estek amerikai hadifogságba, hogyan próbálták azt túlélni, és utána hogyan tért haza az első hadifogoly transportok egyikének tagjaként. A kötetnek nem csak az adja az értékét, hogy egy tanárembernek a munkáját olvashatjuk, hanem azt, hogy ő megmutatja a tartalékos tisztként is, hogy milyen volt a háború alulnézetben. Tehát, hogy a katonák mit láttak, mit tapasztaltak, milyen volt a lövészárok élet, milyen volt az élelmezés, hogyan zajlottak a szürke hétköznapok. Tehát nem csak az ilyen dicsvényes időszakokat örökítette meg, hanem bizony a háború szürke hétköznapjait is, hiszen számos tábori levezőlapot, cenzúrázatlan levelet is beillesztett az ő visszaemlékedésébe, amelyeket több éven, évtizeden keresztül írt ugye először az íróasztalának, majd pedig ugye a halálát követően ugye a család úgy döntött, hogy a visszaemlékedéseit szeretné kiadni, és hát rám esett a választásuk, hogy érendezzem a könyvet sajtó alá, és amikor a sajtó alá rendezés megtörtént, kérdezték, hogy mely kiadóval lehetne ezt megcsináltatni, és persze egyből a Demeter Lacékat ajánlottam, úgyhogy a Tortoma kiadó egy nagyon szép kiadvány keretében adta ki ezt a kötetet, és ami a kötetnek egy másik nagyon nagy értéke, az a fotóanyag. El kell mondani azt, hogy közel 150 képfelvétel van a kötetben, amelyek 1944 tavaszán és nyarán készültek a 24. gyaloghadosztálynak a hadműveleti területén. Rengeteg első vonalbeli fénykép van a könyvben, amire azt kell mondani, hogy viszonylagosan ritkák. Ugye ebben az időszakban már nagyon kevés fényképfelvétel maradt meg. Sajnos az 1944. augusztus időszakból már nincsenek fényképek, viszont a 44. április, május, június, sőt még a szeptemberi időszakból is vannak fényképek, az meg lehet nézni, hogy milyen ruházattal, felszereléssel
és fegyverzettel rendelkeztek a honvédek, tehát milyenek voltak az ő hétköznapjaik, tehát én a magam részéről ezt a könyvet is nagyon nyugodt és bátor szívvel tudom ajánlani, már csak azért is, mert valóban egy olyan szeretét tárja fel a magyar hadtörténelmnek, amivel kevésbé foglalkoztunk, mert ugye általában csak a második hadsereget említjük meg, de a magyar első hadseregről nem esik szó, pedig a magyar királyi első honvéd hadsereg veszteség szempontjából jóval nagyobb veszteséget szenvedett el, mint a magyar királyi második honvéd hadsereg a Donnál, csak ugye erről már nem szól a fáma. Ez ugye 1944 tavaszától következett be, egészen 1944. október 15-ig, amikor már ugye itt a Kárpátok mentén zajlanak a harcok, de ebből is lehet ízelítőt kapni Hidvig Lajos bácsinak a könyvéből. Úgyhogy én a magam részéről ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Ha van kérdés, akkor azt követően szerintem itt nyugodtan tudunk beszélgetni. Akiket pedig érdekelnek a könyvek, kérem nézzék meg a köteteket, és hogyha szeretnének vásárolni belőle, akkor Sárika ebben áll a rendelkezésük. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmüket.